Tisztelettel köszöntöm Harnos Csabát, a Heves megye évjátékvezetője, Darók Attila díj 2023-as győztesét, nyertesét. Csaba, gratulálok! Amikor decemberben beszélgettünk, 2023. decemberében, akkor azt mondtad, hogy ez a vágyad, hogy ezt a serleget elhódítsd. Egyszer eljött ez az alkalom, az érzéseidet láttuk, és hallottuk, hogy mi erről a véleményed. Kérlek, hozd meg ezt a hallgatóinkkal is. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Hát elsősorban nagyon szépen köszönöm ezt az elismerő díjat mindannak, aki úgy döntött, hogy az idei évben, vagy 2023-as évben engem választottak. Hát a decemberi megyeválogatottak országos döntője után készült cikk, után valamilyen szinten éreztem, hogy az egész évben olyan mérkőzéseket kaptam a küldőtől, hogy számított rám mindenféle téren. Ezért úgy gondoltam, hogy jókedvűen jövök el a játékvezetői bálba, mert ugyan itt is vannak jelöltek, először 5, utána állítólag 3, a héten kijött, hogy 3-an vagyunk, a Lúcia, Jani, a Nagy Peti és én. Hát titkor reménykedtem benne, mint mindenki más, mert nekem vágyam volt, mert minden olyan játékvezetőnek, aki tisztelettel, alázattal végzi a munkáját, nagy vágya, hogy egyszer egy ilyen serleget adjanak a kezébe, az ő nevével gravírozva. Hát mivel még nem voltam jelölve soha pályafutásom során, most ugye a 3-ba kerültem, így úgy éreztem, hogy a 33% az már megvan. Nekem már ez is nagy megtiszteltetés volt, hogy egyáltalán jelöltek. A Cegléd-i megyei válogatott döntőre visszatérve, hát az egy tiszteletteljes jóindulatságon múlott, hogy megkerestek, hogy adjak már egy pár kérdésre választ, hogy milyen volt, hogy volt. Én tiszta szívből elmondtam, hogy ott hogy éreztem magamat, milyen volt a színvonal, és örülök neki, hogy 2019-ben és 2023-ban is nekem sikerült a finálét vezetni. Milyen pályafutás áll mögötted? Mennyire kerek ez a karrier, hogyha lehet így fogalmazni? Megmondom az őszintét, hogy 2001-ben kezdtem el a játékvezetést. Akkoriban még Eger körzeti labdarúgó szövetségben. Utána 2004-ben lettem a megyei másodosztályú keret tagja, majd 2006-ban már megye egyes osztályba is vezethettem mérkőzést. Utána 2009-ben lettem MB3-as utánpótlás játékvezető, utána a személyességi okok miatt hangsúlyozom, hogy mindenféle magatartásbeli problémáim miatt a játékvezetésemtől eltekintettek, tehát volt egy másfél szezon, mikor nem működtem, utána vettem a bátorságot, és az akkori mostani elnök Kelemen Attilával egyeztettünk, hogy szeretnék visszatérni, mert úgy érzem, hogy ez felelőtlen döntés volt, amit akkoriban tettem, ezt megbántam, de azóta újra itt vagyok a vérkeringésben, szeretem ezt a közösséget, ezt a hivatást, ezt a játékvezetést, és megteszek mindent, hogy tudásom legjobbával próbáljam meg ezt a szakmát végezni. Milyen bírónak tartod magad? Szigorúnak? Következetesnek? Hát megmondom az őszintét, hogy Heves megyében, Pest vármegyében, Nógrád vármegyében, annak idején, mikor volt Jásznagykun, Szolnok vármegyében, vagy Borsod vármegyében is társmegyei mérkőzésünk. Annak idején én is Hevesen futballoztam az ifjúsági csapatban, vagy mikor katonai időmet töltöttem, akkor voltam kölcsönadva Boconádra. Én valamilyen szinten játékospárti játékvezető vagyok, próbálok inkább pedagógilag beszélni a játékosokkal, minimálisra csökkenteni a lapos figyelmeztetéseket, inkább próbálok szóban fegyelmezni. Persze, hogyha már ez sem működik, akkor más szankciót kell alkalmazni. Van-e olyan ember, példakép, akire feltekintesz, utat mutat számodra, segíti a karrieredet? Hát a munkahelyi elfoglaltságomat tekintve lehető legtöbb mérkőzést próbálok megtekinteni
az NBA-ből, a tévés közvetítések, a Bajnokok Ligájából elég sok mindenkit. Annak idején Puls Sándornak a működése nagyon tetszett, akkor még nagyon fiatal voltam, de felnéztem rá, büszke voltam rá, vagy akár Kassai Viktort is említhetem. Most éppen örültem neki, mikor Farkas Ádám FIFA kerettag volt, és olyan mérkőzésekre jutott el, büszke voltam rá, hogy Gyöngyösről megteheti egy ilyen fiatal ember, vagy éppen Ducsai Jocót, aki éppen falubeli vagy városbeli, együtt is játszottunk, büszke voltam az ő NB2-es múltjára. Az NB1-ben ott én szerintem most a legjobb, meg a leghatározottabb működést én a Berke Balázsra voksolok. Szeretem nézni, ahogy vezet, ő is, ahogy fegyelmez, ő is, ahogy elhülyéskedik, elpoénkodik a játékosokkal, de mikor kell, akkor a szigorúságot is előveszi. 48 éves vagy, mi az, ami még vár rád, mi az, amit szeretné még elérni ezen a pályán? Még csak 47 leszek. Bocsánat, 47? 47 leszek, az is el fog jönni, bízom benne, a 48. Hát ezek után én már azon vagyok, hogy ha lehetőség, az egészségi állapotom, hogyha engedi ezt a megyei labdarúgást, amíg tudom, játékvezetőként próbálom segíteni, én nekem az életkorom, meg a fizikai állóképességem miatt én már magasabb szintre ugye nem kacsingathatok fölfelé, ebbe én biztos voltam már egy pár éve, úgyhogy én nekem a megyei első osztály, meg az országos utánpótlás mérkőzések jelentik a csúcsot. Kik segítenek ebbe, kik jelentik a támaszt? Hát végül is nem igazán tartok szorosabb kapcsolatot én senkivel sem. Családra gondoltam. Családnak persze, a feleségem és a fiam az, akik ők mellettem álltak jóban, rosszban, amikor egy kicsikét magánéleti problémáim voltak, akkor is a kedves párom kitartóan biztatott, meg segített mindenben, hogy csináljam, és ők az, akik legelőször is, meg ugye szüleim, akik mindenben próbálnak segítségemre lenni. Akad-e esetleg olyan fiatal játékvezető, aki kérte a segítséged, te pedig kvázi mentorként próbáltál támaszt nyújtani neki? Van ilyen? Igen, a tavalyi szezonban, 2023-ban a Gyedvai Eriket, a hevesvezekényi fiatal srácot jelölték ki, hogy legyek a mentora, és próbáljam meg pályafutását segíteni. Hát amikor együtt tudunk menni mérkőzésre, vagy ha nem is vagyunk együtt, mindig felhív, elmondja, hogy sikerült, mint sikerült, mit mondott az ellenőr. Én mindig próbálom a írott és íratlan szabályok betartására, hogy próbálom mindig arra ösztönözni, hogy legyen alázattal, legyen tekintéllyel, úgy nézzen ki a mérkőzésen mindig, mint egy játékvezető, és akkor előbb-utóbb a tehetség utat fog törni számára is, és elérheti céljait, ami csak rajta múlik. Decemberben mondtad, hogy mi a vágyad, a vágyad teljesült januárban. Mit hozhat 2024 számodra ezen kívül? Hát nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan elérem azt, amit játékvezetési pályafutásom kezdete óta vágytam, mert ugye minden évben csodáltam azokat a játékvezetőket, akik minden évben fölemelték ezt a serleget, és boldogan ünnepelték, hogy abban az évben ő lett. Hát én nekem ezek után is ugyanúgy bízom benne, hogy jönnek majd a mérkőzések, én ezek után is ugyanúgy elmegyek, fogadom a gratulációkat, a kritikákat, én ezek után is ugyanilyen tisztelettel, alázattal szeretnék dolgozni, mint eddig. Köszönjük szépen a beszélgetést, sok sikert kívánunk! Köszönöm szépen!